ezt járni. Szerinted valaki is megoszta az egyet? Nem ilyet meg a bőt. Acsi néni. Megállapítottam, hogy Acsi néni. De igen. Jó. Tűz! Tűz! Mert ugye egy kori fogsz, hogy van csak volt, igen. Lőtt már életében? Nem, még nem. Itt az ideje, igaz? Nem lehet elég korán kezdeni. Ez látszik, hogy fiú. Igen, igen. Csináltak itt? Egyesület tervén. Itt vagyunk. 1970-ben. 70-ben. Hát ön egy fiatal ember, ezt hogy csinál? Hát azért annyira fiatal nem vagyok már. Jó, van, hát nem olyan veszélyes. Jól van akkor. Milyen szép kislányt látunk. 1949 munkájú Rákosi posztúzóban a hölgy. Mert hogy tudni kell, hogy akkor hölgyek is. Igen, az AVH-ba dolgoztak, tehát tolmácsként, segédmunkaerőként, de dolgoztak ők is. De lőttek is. Hát, sajnos igen. Igen. Következő korhű bábok, első világháborús, hosszus tejjel, Mariker karabélya, erőt egészséget, nagyon csinos, rábornok úr, nagyon szép a ruha. Fantasztikus, hány negligéd van? Hát van egy pár. De nagyon szuper. De ez az egyik kedvenc. Ah, de a csinos nagyon. Szép, nagyon köszönöm. Szép. Értem közben. Igen. Horthy korszakból csendőr. Nem,
Nem. Itt a tábla van a nyakad. Hát igen. Bocsánat, akkor nem jó helyen van? Nem jó helyen. Volt egy korszakból mellette egy két korszakbeli csendőr. Aha. Igen. Itt pedig már... Rákábrus Waffen-SS német katonák. SS, igen, ott van rajt. Kádárkori, valahogy nagy szolgálati öltözékben. Ez igen. És kádárkori rendőr szolgálati öltözékben. Ő még szintén a sorokban. Igen. Igen. Másik világháború, nyilas szolgálatos egyenruhában, 43 mintájú királytípusú gépjárművet. Azt a... Hát ez nagyobb rész még majdnem fából volt. Igen. Állat. Wehrmacht, német birodalmi véderő katonája. Igen. MP40-es Messer géppisztolya. Ő már komoly. És mellette pedig a Vörös Hadsereg. Az orosz, ugye? Igen. Igen. 41 mintájú PPS. Gépkarabéllyal helyett géppisztolyjal felszerelve, ívtára. Tehát ő volt az, amelyik viszont mínusz 50 fokosat romlott el. Igen, igen. Igen. Míg a német eké már mínusz 10 után ajott is. Különleges botot tart itt a tulajdonos, büszke tulajdonosa ugye a kezében. Elmondaná, hogy mi ez? 1914-15, és tírő betűkkel pedig körbe rá van vésve, hogy Vojna. Vojna, háború. Igen, forgatom én is közben. Aha. Nem semmi. Igen. Tudod, hogy megmaradt? Hát ez biztos. Egy sétapác volt egy öreg úrnak nagyon sokáig. Nem. És azért maradt a család. Mondos gazdája volt. De ez igen. Igen. És a család megőrizte, mint gyerekét. Igen. Ez a kissé egyszerű valaminek látszó, ez egy angol? Hát ez egészen elképesztően egyszerűen látható. És ezt az első világháború? Nem, második. Ez már a második, vagy ilyen volt? Fantasztikus. És mellette itt látunk? 56-os jugoszláv. Hoppá, már lőnek is. Első világháborús katonaláda. Igen, amikor a korabeli könyvek találhatók. 1870-ből, 90-ből. Ezeket olvasták a harctéren a katonák. Különböző szúró vágóeszközök már. Kardok. Kardok. Szuper. Sapkák, szuronyok. Sapkák, szuronyok. És... Igen. És a nyugdíjas klubnak a képviselői elnöke tovább vezeti önöket a kiállításban. Köszönjük. És már mondja is a Lajos Mizsei TV-nek. Köszönjük szépen. Itt mit láthatunk, maketteket? Hát mi végül is az egész a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesületet képviseljük Ceglédről. Aha. Mint hagyományosok, illetve gyűjtők vagyunk. Bocsásson, hogy közben szólok, de ez a két farkú oroszlánt látok? Igen, ez Ceglédnek a... Ceglédnek? Ceglédnek a címere. Igen. Például az én gyűjteményem felöleli a főleg a Kádár rendszernek a dolgait. Itt a kisdobos, az úttörő mozgalomtól kezdve, és hát végül a magyar néphadseregnek a Ceglédben állandó kiállításuk is van? Nincs. Ez csak saját gyűjteményünk. Saját gyűjteményünk, nincsen állandó kiállításunk, és így aztán minden, sok minden van itt, ami makettek. Hát ugye Cegléd főleg tüzér alakulatok voltak, ezért vannak ezek a ágyú makettek. A magyar néphadsereg tízszemle történetét és jelvényeit. Ez egy nagyon ritka hát, dolog. Gratulálok azért. Nagyon ritka dolog. Ugye tábori beszélőkészülékek, ezek üzemelnek is. Kézigránátok, a támadó védő kézigránátok. Van itt ugye egy komplett hagyományos korotválkozó készlet, ami ugye felöleli a pamacsot, a szappant és a lehúzót. De mindjárt kibontom, jó? Ez ezt a régi fajta lehúzó. Akkor itt van a szappan. És hát ugye ehhez a mi járt pamacs. És ugye ez nagyon ismerős. És ugye hát ezekhez jártak az úgynevezett zsilletpenge élezők. Aha. Ez egy zsilletpenge élező, egyfajta. Be kellett helyezni a pengét, és akkor különböző köveken és bőrön keresztül lehetett megélezni vele a pengét. Valamint ez egy ilyen húzós pengéélező, így élezi. Ez ami kihajtható. Kihajtható, ugye ez volt a következő lépcső, és hát ez volt a következő lépcső, ami már különböző penge szöget is lehetett állítani.
Itt 1-től 9-ig lehetett különböző szögbe állítani a pengét. Hát ugye most már ezek sincsenek. Ez meg egy igazi Krasznaja Moszkva. Meg bizony. Hát ezért rejtjük, ezért őrizzük az illatát. Ez két napig nem lehet lemosni. Ez emlékezetes marad. Eredeti. Hát ezt a mikorosztályunk ismeri. Ez volt a lányok réme. Az oroszlányok én nem. Igen. Mert az oroszlányok szerették meg. Bekenték őket, ahol végigmentek az utcán, ott tudták, hogy ez volt a oroszlányok. Az biztos, hogy nem tudtak a nők kellőképpen mosakodni. Főleg a leningrádi blokkád és egyéb alatt, ugye ott nem volt lehetőség. És hát ugye kenték magukat ezzel a szagos kölnivel, hát hogy végül is, hogy elüsse a szagot. Hát ez egy sorsszerű dolog volt annak idején. És akkor szokásá vált. Hát azt utána ez maradt, hát persze. Maradt. Hát gyerekkorában ezt használta, utána úgy volt, hogy anyámnak jó volt, nekem is jó lesz. Oda használt a végében a lőtt vele. Akarom, itt van a jogosítványom, 45 évet szereltem le, harcosi vezető voltam, Toma. Hát igen. Ez fölbérted, bemutathatod Lajos Mizsén. Hát, akkor jött a háború? Merre vannak tényleg? Nem láttam én sem, majd megkeressük. Jó kocsikázás. Ez az utolsó kapu, mi? Rigby, ne félj kikerülni messzire. Kérjem már, meg mutatkozom már, kivel beszélek én? Szlovák. A Felső-Liptői Kuruc Egyesület, aha, és a Pozsonyi Fringia, és a Magyar Labanc Egyesület egy kis csatarekonstrukciót mutattunk be, aha, 1709-ből, amely Szent Lipto Miklósnál zajlott, pontosabban Liptováránál, és tulajdonképpen több mint fél éve tartott, és a kuruc 30 ezer katona elvesztette a csatát a 8000 labanc ellen. Hát én az egyes majdnem mozgok a szépen. Dízel, ez egy német egyenruha, igen. SS. Aha. Azért SS, mert ez tetszik. Oh. De amúgy ez Svájcban gyár. Igen, nagyon fes, jól áll, ing alatta minden, romsisak. Amúgy svájci gyártmány lett egy picit átalakítva, és a csizma is Bundeswehr, tehát háború
Háborús? Háború utáni. Háború utáni? Tehát gumitalpú. A háborúsnak annak nem gumis a talpa. A sisak az egy M42-es sisak, permezetlen, Q64-es beütővel, szinterezve van, bélést én vartam bele, álszíj pedig orosz. De amúgy szerintem egy nagyon szép, illetve 200 forintos matricát így rá is ragasztottam. Csodás, látványos. Igen, és van hozzá ez a motorkerékpár, ami így van. Ő egy cündap. Nem cündap, ez DKV, ez DKV, az autó szerelője. Bocsánat, igen. Aha. Ez egy henger, 350-72-es furat, 82-es lökettel rendelkezik, négy sebességes szekvenciális váltómű, 6 voltos rendszer, tehát a gyújtáshoz, hátul fix, nincs rugózása, elől pedig préselt paralellogramma alapú acéllemez villa biztosítja a csillapítást. Nem semmi, ezt nagyon szépen el tudod mondani. Ez igen, nagyon szépen, körülbelül 5 liter fogyaszt százon, jön, megy, tolat. És forgalomban is használható. Persze, teljesen a nevemen van, teljesen hivatalos, DKV szerint van a forgalmiba befeltüntetve. Tehát ez az én motorkerékpárom, senki nem veti el. És a forgalomban is azt a fogós sisakot használom? Nem, mert az a baj, hogy itt a rendőr bácsik nem szeretik ezt, nem? De pedig szerintem olyan szép, amúgy így mutatós. Na mindegy. Értem, tehát nem forgalomban való. Nem, tehát ezt nem használom forgalomban, rendes bukós isak, rendes civil öltözetben vagyok, csak ide vettem fel. Értettem. És mi várható most, amire ennyire várunk? Mi lesz most? Hát, mi lesz most? Tiszt úr, ismertesse, kérem, hogy mi lesz most? Mert engem csak ide hívtam. Igen, hát ilyen pillanatban idősebb kollégát tud segíteni, vagy kicsit valaki segíteni? Az idősebb és felettesem tud ebben segíteni, kérem. Igen, hát kérem, megköszönném, hogyha elmondaná, hogy mire várunk most, mi lesz most? Hát várni nem várunk semmire, időpontra várunk. Valami háború. Lesz egy második világháborús hadijáték. Terveink szerint az első blokkban lenne egy amerikai, angol, német összecsapás. Azaz várjuk ugye a német motorokat, meg a német technikát, a angol, amerikai már ott van. A második blokkban meg egy szovjet, magyar, illetve hát német ütközet, tehát az már úgy tudja, hogy magyarországi hadszintérnek a hadijáték újrajátszása. Kicsit borús ez, de nem szomorú, nem akadt el az élet. Tovább ment az utca sarkon, minden úgy lett, ahogy kellett. Mert össze-vissza tévedések vannak írva meséjében. Elküldi egy este őket, földre hullod, ha levélen. Csak össze-vissza tévedések vannak írva meséjében.